Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Remélem, hogy most is hasznos lesz a találkozásunk, beszélgetésünk. Folytatom azt a történetet, amit már elkezdtem egy néhány hete. A Kainról volt szó, meg az öccséről, Ábelről, és most csak az irigy Kainról fogok beszélni. Remélem, hogy tanulunk mindnyájan ebből, hogy mit jelent az, hogyha valaki irigy a testvérére. Ezután elővesszük az igét, a Bibliát, ha van Bibliátok, és a Mózes első könyve negyedik részéből veszem az alapigét, majd otthon olvasgassátok el itt a negyedik részből azokat a mondatokat, amikről most beszélek. Hát arról van szó, tudjátok, hogy Ábel áldozatot mutatott be Istennek, ezzel kifejezte a háláját, köszönetét, hogy szereti őt, segíti őt, de Kainban nem voltak ilyen gondolatok, hogy ő Istennek valamit is megköszönjön, de hát, ha már az öccse hálát adott, megáldozott egy bárányt is az oltáron, hát ő is akkor csinál valamit, nem akar lemaradni. Ábel szívből adott hálát Istennek, amit tőle kapott, a Kainé pedig, a Kain hálája, hát az egy nagy nulla volt, azért, mert a szíve nem volt benne, nem szívből adott hálát. És Isten látta is, belelátott a Kain szívébe, mert mindannyiunk szívébe belejárt, belelát Isten, a te szívedbe is, az enyémbe is, és látja, amikor mondasz valamit, hogy a szeretetből mondod, vagy pedig rossz szívből, rossz gondolatokkal mondod, ami benned van. Hát Istennek nem tetszett az, amit Kain tett, hogy odaszort elé a búzaszemeket, itt van Isten, na látod, ez az ajándékom. Istennek ez a fellengzőség, ez a gőg, ez nem tetszett. De hát Kain azt gondolta, hogy Istennek jó akármi, és elvárta, hogy őt Isten megdicséri, hogy azt mondja, hogy kedves Kain, fiam, hát nagyon meg vagyok hatódva, hogy ide szórtad a szemem elé ezeket a búzaszemeket, és Istennek nem tetszett a gőg, a pökhendiség, nem tetszik Istennek. És Isten hallgatott, és nem is válaszolt a Kain hálájára. Kain aztán látta azt, hogy a testvérének, Ábelnek mekkora hite van. Csodálta, hogy mekkora hite van, és hogy Istennel milyen jó barátságban van, hogy még imádkozik is Istenhez. Meg ez az Ábel, mondta Kain, hát ez egy különleges. Hát ez hisz Istenbe, és hogy hát Istent szereti is, hát a láthatatlan Istent, hát hogy lehet szeretni? Én azt mondta, én azt hiszem, amit látok.
amit nem látok, azt nem hiszem, hogy Isten, mit tudom én, mi jár ennek az Ábelnek a fejében. És hát ilyen különös észrevételei voltak Kainnak az öccsével kapcsolatban. Hát aztán nézzük a dolgot tovább, és mivel Istennek nem tetszett, amit Kain tett, ezért elkezdett Kain durcáskodni. Mérgében belerugott a kutyájába, nagyot ordított a kutya, mely fájt. Aztán Kain a macskájának meghúzta a bajuszát, jó erősen. Persze a macska utakapott, nem maradt adós, megkarmolta Kainnak a kezét. Ugye, hát nem lehet az állatokkal se akárhogy bánni. És Kain nagyon megsértődött, hogy Istennek nem tetszik az, amit ő csinál. Nagyon megsértődött, és haragudott Istenre. Képzeld el! Hogy haragszik egy ember Istenre, azt mondja, hogy azt hiszem, amit látok. De mégis ott volt benne a harag. Ordítozva ment az utcán, és bömbölve mondta, hogy az Isten engem nem szeret, nem szeret engem az Isten. Nagyon haragudott Kain. És hogy itt van az öcsém, az Ábel, a jó istenkének a kedvenckéje. Hát igen, én meg, aki búzát szórok elé, a szeme elé, hogy engem nem szeret az Isten. Hát milyen buta fiú volt ez a Kain, tudjátok. Pedig Isten őt is szerette. Ez egy rossz feltételezés volt, hogy őt Isten nem szereti. Mit gondolsz, téged szeret Isten? És hogy hiszel egyáltalán Istenbe, annak ellenére, hogy nem látod? A szíveddel tudsz hinni? Nos, hát, Kain nem csak Istenre haragudott, hanem a testvérére is. Álmatlan éjszakái voltak Kainnak. Sokszor fölébredt, törölgette a szemét, és hát bosszankodott, hogy Kain olyan nagyon barátságos, meg hogy olyan jó kapcsolata van Istennel, hogy ő szereti, és hát Kain egyre durvább lett. Egyre durvábban beszélt az öccsével. Gúnyolta, csúfolta Ábel. Gúnyosan, vigyorogva mondta neki, Ábel Isten kedvence, a kis imádkozó szent. És a Kain agyába nagyon sötét volt, nagyon sötét gondolatok forogtak a Kain agyába. Az irítség, tudjátok, az embert nagyon gonoszszá tudja tenni. Az irítségből nagyon rossz dolgok származhatnak, és hogy a jó testvéri kapcsolat az irítség miatt megromlott. Ábel szerette a testvérét, de Kain nem szerette. Rá se nézett az öccsére, elfordította a fejét, nem is akarta látni. Szóba se állt vele, meg se kérdezte tőle, hogy
mi van veled, játszunk, ne játszunk, beszéljünk. Semmi, elment mellette. Ilyen gorombán viselkedett az öccsével. Ábel, hogy tudta ezt elviselni, mit gondoltok? És amikor valaki csúfolt téged, és bánt téged, te mit csinálsz? Visszacsúfolod? Megfenyegeted? Rátámadsz a másikra? Hát mit tett Ábel? Ábel csendbe maradt. És nem bántotta Kaint, nem ütött vissza Kaintnak, nem feleselt vissza neki. Ábel szelíd fiú volt. És nem is értette Ábel, hogy mi történt az ő bátyjával, hogy miért viselkedik így vele Kaint. Eddig olyan jól megvoltak, boldogok voltak, most pedig ilyen ellenséges, ilyen furcsa ennek a Kaintnak a viselkedése. Amikor aztán Isten meghallotta, hogy Kaint így beszél öccsével, hogy ordít az öccsére, és hogy azt mondja neki, hogy te kis buta lélek, te még hiszel is Istenbe. És Isten szólt Kainhoz, és akkor Kain megdöbbent, nagyon összerezzent, hogy van ilyen, hogy szól Isten az emberhez. És a lelkében megérezte Kain, hogy szól hozzá Isten, fiam, te így vagy, mondta Isten Kainnak, hogy én így vagyok. Ó, hát ez nem így van. Isten mondta neki, hogy rossz csúnya gondolataid vannak a szívedben. És kitől tanultad el, ugye? Kain fiam, a kígyótól tanultad el ezt a ronda beszédet, ezt a kötözködő beszédet. A kígyótól tanultad el, hiszen hát a kígyó mindig ott van a sarkadban, ólálkodik utánad, észrevetted, Kain, hogy a kígyó ott van, és sziszeg, és forgatja a szemét. És hogy ez a kígyó csábít téged rosszra, azért gyűlölöd a testvéredet, mert a kígyó valami rossz gondolatot belopott a szívedbe, valami rossz gondolatot. A sátán rosszra csábít téged, Kain, figyelj ide, Kain, téged a kígyó, a sátán rosszra csábít, de te uralkodjál rajta. Ne tedd azt, amit a sátán súg a füledbe. Hallottad, Kain? Hát, Kain, ugye, eddig nem törődött Istennel, Isten szavával, és hát, amikor hallotta ezt, akkor meglepődött, de Kain nem hallgatott Isten szavára. Egyáltalán nem hallgatott rá, hanem rosszakat gondolt a testvérére. A rossz az volt, hogy Ábelnek azt mondta, Ábelkém, gyere, menjünk el kirándulni. Ismerek egy szép, tisztás helyet, vannak ott mindenféle fák is, és hát ott egy kicsit együtt lennénk, leülnénk
az egyik fa alá, és aztán beszélgetnénk. Tudod, Ábelkém, iszunk valami finomat. Veszek neked egy nagy fagyit, Ábel, és veszek neked még egy kólát. Ugye jó lesz? Eljössz? Legyünk együtt, leülünk a fa alá is, és együtt teszünk, iszunk, gondolkodunk. Hát elvégre testvérek vagyunk. Elmegyünk kirándulni olyan helyre, ahol a szüleik nem látnak, ahol a szüleink nem látnak bennünket. Mentek hát az úton, egész úton nem beszéltek egymással. Amikor aztán egy pálmafához értek, Kain durván a földre lökte az öccsét, Ábelt, és aztán verekedett, verte, rongdosta, verte. Ábel megijedt, sírt, kiáltozott, de Kain nem akarta abba hagyni a verekedést. Tovább ütötte, tovább ordította, tovább fenyegette. Ekkor nagyon, de nagyon megijedt Ábel. Nem tudta, hogy hát mi van most a bátyjával. Hát miért üti őt ilyen gorombán? Miért lökte el őt? És miért fenyegetőzik itt az én bátyám, a testvérem? Hát nem szeret engem a testvérem. Majd aztán a jövő alkalommal folytatjuk a történetet, hogy hogy is alakult a két testvérnek a dolga.